Budapest Sportcsarnokban 1983. június 3-án rendezték meg az IBUS Oyama Kupa Kyokushinkai nemzetközi egyéni versenyt. Ország legjobb versenyzői jöttek, hogy megküzdjenek egymással a Kyokushinkai KO szabályai szerint. 51 versenyző vonult fel a tatamira, hogy bemutatkozzon a mintegy 12 000 érdeklődő nézőnek. Köztük több Európa-bajnok, Európa-bajnoki helyezett. A versenyt 3 súlycsoportban rendezték. 70 kg alatt, 70 és 80 kg között és 80 kg fölött. A zsúfolásig stelt sportcsarnokban bemutatták a vendégcsapatok vezetőit, edzőit, valamint a verseny díszvendégeit. Többek között Poyák József, kétdanos, judó és karatemester, a Karate Társadalmi Elnökség tagját, a magyar karatesport megalapítóját. Mészáros Attilát, háromdanos mestert Svédországból, aki elindította hazánkban a Kyokushin karatét. Nagy Sándort, egydanos mestert Svédországból. Howard Collins, ötdanos mestert Svédországból. Steve Arney, hétdanos mestert, az Angol Karate Szövetség vezetője. Luke Hollander, hétdanos mester, az Európai Szövetség elnöke. A verseny fővédnökét, Popper György elvtársat, a Magyar Karate Társadalmi Elnökség elnökét, a minisztertanács osztályvezetőjét. A versenyzőket és a közönséget Sensei Adami István, háromdanos mester, a Kyokushin Karate szakág vezetője köszöntötte. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves közönségünk! Igen sok munkánkban került, még ezt a szocialista országban első alkalommal megrendezett nagyszabású Kyokushinkai versenyt létrehoztuk, de úgy érzem és hiszem, hogy a mai este nem fog nyomtalanul eltűnni az Önök szívében. Kívánok Önöknek nagyon jó szórakozást a mai estére, és sportszerű szurkolást. Szeretném bemutatni Önöknek azt az embert, aki a világon megalapította a Kyokushin karátét, életét áldozta a karátéért, eddigi 50 évén töltött el ezen a sportágban, és azt hiszem, bátran mondhatom, hogy a legnagyobbat nyújtotta eddig a világ karate történelmében. 10-danos mester, neve Masutatsu Koyama. ¡Gracias!
Kedves közönség, az, hogy én most itt önök előtt állok, egy hosszú-hosszú időszak munkájának eredménye, és számomra nagyon nagy öröm. 25 éve, hogy az Oyama Karate létrejött, és 20 éve alakult meg a Kyokushinkai Világszövetség, mégis, hogy most ilyen szép számmal itt vagyunk, az az együttműködés, a szakágazatvezetők munkájának eredménye, amelyért hálás köszönetemet fejezem ki. A Kyokushinkai Karate azt a célt tűzi a karatéka elé, hogy szellemi és fizikai képessége határait ismerje fel, és harcoljon a legtávolabbi igazság megismeréséért. A világon 120 országban, sok ezer dojóban, közel 10 millió karatéka vállalta ezt a célt. Az, hogy a Kyokushinkai Karate ilyen széles tömegeket mozgat meg, és az, hogy önök mindnyájan jelen vannak itt, az igen nagy dolog. Jövőre Japánban megrendezzük a harmadik nyílt világbajnokságot. Az, hogy most itt Magyarországon egy ilyen nemzetközi verseny létrejött, az nekem már régtől fogva nagy álmom. Néhány nyugati ország rendezett már ilyen versenyt, de az itteni szervezettsége, nagysága, a résztvevők színvonala minden eddiginél jobbat ígér. Köszönetet kell mondanom a társadalmi elnökségnek, a szakágazat vezetőjének és a közönségnek is, hogy ennyien eljöttek. A jövő évi világbajnokságon számítok az európai országok részvételére és különösen a magyarokéra. Köszönöm a meghívásukat! Japán hagyomány szerint Toyofuku, japán versenyző mondta el a Kyokushin 7 pontos esküjét. Majd szabályismertetés következett, amelyet Somogyi Zsolt és Kivés György egydanos mesterek mutattak be. A végtagoknak vannak lába irányba ütések. Testre irányuló rugások és fejre irányuló rugások. Rugás testre és fejre félfordulattal. Rugás fejre, majd testre térdel. Ütés testre, majd rugás fejre térdre. Tomba irányuló rugás, majd teljes fordulattal rugás fejre. Rugás tombra és rugás testre, sarokkal. Fejre rugással támadott, ellenfél ellen lábcsöprés alkalmazása. Valamint lábcsöprés, testre támadó volt szemben. Kancsoni!
magyar karatékák különböző alap, forma és küzdő gyakorlatokat mutattak be ezután. És ezzel mintegy bevezették a közönséget a karate gyakorlatok világába, felépítésének megismerésébe. Ezeknek a gyakorlatoknak az elsajátításán keresztül válnak a karatékák kemény, küzdelemre képes versenyzőké. A Kyokushin karate fő jellemzője, hogy küzdelemben leütésre, knockdownra törekednek versenyzői. Kezdődtek a küzdelmek. A mínusz 80 kg-ban, ahol 24 versenyző indult, a 16 közé jutásért küzd a fehéröves Balázs István és a pirosöves Kacsmárcsik lengyel versenyző. Dinamikus küzdelemben a magyar fiú szerezte meg a győzelmet. Szintén a 16 közé jutásért küzd a pirosöves Andi svájci és a fehéröves spanyol Casilleras. A svájci szinte felőrölte ellenfelét. Fehérővel Bögre Gyula harcol a pirosöves Markó Erc belga versenyzővel. Bögre is a 16 közé jutott. Minden súlycsoportban kötelező törés technikával kezdődött a 16-ok versenye. A szabály az, hogy kétszeri sikertelen próbálkozás után a versenyző kiesik a versenyből. Az első törést ököllel hajtották végre. Furcsának tűnt sokaknak, hogy a néphadsereg katonái is részt vettek az Oyama Kupa rendezvényén. Sokan nem tudják, hogy ma már tanítják a katona fiataloknak a közelharc technikák között a karate elemeket is. És méghozzá nem is akárki, hanem Sensei Furko Kálmán háromdanos mester irányításával, aki itt szuronyos puska elleni harcot mutatott be tanítványával. Talán mondanom sem kell, hogy ez a gyakorlat közel sem beszélt bele. Furko Kálmán százados szinte éles küzdelmet állított be, és hajtott végre sikeresen. A nemzetközi tekintélyű mester Kancsó Oyama itt jártakor szerezte meg harmadik danját, így sensei, azaz tanítói tisztet, és brand chief, azaz ágazat vezetői rangot is kapott. Nagy János küzd a plusz 80 kg-os kategóriában fehérővel a bolgár Atanaszov ellen. Igen nehéz küzdelemben Boros jutott a nyolc közé. Köszönöm.
ugyanebben a kategóriában Toyofuku japán pirosövvel, és Jeff Kerr Ritchie angol fehérővvel. Jutott ereje, hogy biztassa az angol fiút. Ennek ellenére valahogy mégsem sikerült neki ez a mérkőzés. Értékelhető találat hiány az angol fiú súlykülönbséggel győzött. Halász Károly pirosővel, Keska Román lengyel fehérővel. Igen nehéz küzdelem volt, hosszabbítás is volt, Halász Károly nagyon elfáradt. A lengyel fiú jutott tovább. Ismét Balázs István a tatamin. Ezúttal Nikta Costa, angol versenyző ellen, aki piros ővel versenyez. Úgy rendezik, hogy egy mérkőzés 2 percig tart. Ha értékelhető találat, azaz megrendítő erejű ütés vagy rúgás nincs, akkor 2 percet hosszabbítanak. Ha ekkor is döntetlen, akkor a súlykülönbözet, legalább 5 kiló különbség, vagy a tört deszkák száma dönt. Ha így sincs döntés, akkor ismét 1 perc hosszabbítás után a bíróknak kell dönteniük. Balázs István végigharcolta az 5 percet. És végül is bírói döntés alapján ellenfele jutott tovább. Minden mérkőzésnek, minden versenynek akadnak humoros percei is. Itt például a bírók legnagyobb meglepetésére Bögre Gyula ellen nem a kiszólított lengyel versenyző, hanem egy később szereplő versenyző állt ki. Kis tanakodás, aztán ezt a fiút elküldik, és jöhet az igazi ellenfél,
Nyezsokka Marek Lengyelországból. Közönség jól derült a kis tévedésem. Bögre Gyula piros övvel valószínűleg nem örült ennyire a sokkal erőteljesebb és technikásabb lengyel ellenfél. És ugyanaz! És ugyanaz! Hagyjad, hadd fogjon! Ez az Gyula! Nem látják, hogy csak gyerünk! Hagyjad, hadd fogjon! Hagyjad, hadd fogjon! Hagyjad, hadd fogjon! Megintik másodszor! Végül is kifordult vállal, feladta a küzdelmet. Mr. Hollander, ön az Európai Szövetség titkára. Hány ország tartozik az önök szövetségéhez? You are the president of the European Association. How many countries do belong to this association? Around 21. 21 ország tartozik. És körülbelül mennyi versenyzővel rendelkeznek? How many competitors do they belong? All over Europe? All over Europe. Just about. Just about. Boy, 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 boy! Maybe between 200,000 and 300,000? Két-három-százezer versenyző. Tetszik önnek ez a verseny, amit most nézünk? Do you like this competition here? Yeah, it's good. And first time here in East Europe. Nagyon élvezze a verseny. Először van Kelet-Európában. Számos szervezet van Romániában, Lengyelországban, ahol már voltak versenyek. Magyarországon az az első nagy verseny, amit rendeznek. International Kyokushin Tournament. Ön hétdanos mester. Mi nagyon nagy tisztelettel nézünk önre. Látott olyan magyar versenyzőt, vagy itt a versenyen, vagy régebben, akiről el tudja képzelni, hogy eléri azt, amit ön? So you are seven done, so we are looking at you with very great honor. Can you imagine some competitors here who could reach this high level of karateka? Usually normal way speaking, when you start to... Tehát ahhoz, hogy az ember előre jusson a karatéba, vizsgákat kell tennie egészen a negyedik danig. A negyedik dan után, tehát technikában és küzdelemben, negyedik dantól már a szervezetben való munkásságát is értékeli. Tehát ott már nem kell küzdenem, ott már följebb már a szervezeti munkákban kell jeleskednie. Tart bemutatókat is néha? Sometimes do you make shows of karate? Yeah, we do it already. 20 éve csinálják egyhozamban, szerte a világon mindenhol. Itt nekünk fellép ön? Here today, would you do something? No. Nagyon sajnáljuk. Sorry, says. Yeah, you know, sometimes it's difficult to do things, but usually the younger people take over, you know, and they are maybe better. Azt mondja, most egyre nehezebb, a fiatalabb emberek most már lehagyják, és néha jobbak is. Köszönöm szépen a riport. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Bódi István piros övvel, Európa-bajnoki harmadik helyezettünk, a kuwaiti Alaeddin Saranek ellen küzd.
kuvai kiversenző Mária. A technikásabb, a nagyobb állóképességű Bódi István győz, és bejutott a legjobb 8 közé. Yildirim Hasvetin Ausztriából piros övvel, David Jones Berzöl. Az osztrák fiú igen technikásan küzdött, de végül is a verszi fiú jutott tovább. Borza József, szolnoki versenyző, a román Florescu Pavellel. Borza egész verseny alatt rendkívül erőteljesen, dinamikusan versenyzett. Az est egyetlen KO-ját is ő kérte. Technikás Marek Drozdowski Lengyelországból piros övvel és Torek Tavarva Kuwaitból. Győz Marek, Lengyelország. Közéjutáshoz ismét törés feladat, ezúttal kézéllel. Kivés György. Bódi István. És Borza József. Persze második törésük sikerült. És itt Howard Collins Mészáros Attilával, Sai a szamuráj kardot imitáló bambuszkard Shinai el. Sit down!
is a középdöntő. Az angol Thompson Péko Gábor ellen. A kis termetű Thompson győz. A mínusz 80 kilós kategóriában Bódi István, Delcsinov bulgár versenyző ellen, aki pirosövvel versenyzik. Győzött a bulgár fiú, Bódi István, ezzel elbúcsúzott a versenytől. A tatamin, Kivés György piros övvel, és Konstancia holland versenyző fehér övvel, a 70 kg alatti kategória versenyző. Győz a holland fiú. És itt ismét Borza József. Ezúttal Jones Versi versenyző ellen, aki piros ővel versenyzik. Thank you.
Borza József versenyzésében a karate minden szépsége benne van. Igen, látványosan, dinamikusan, erőteljesen versenyzett. Ezt a mérkőzését is megnyerte. Marek Drozdzsovszky pirosővel, Hans Biet, Svédország, Európa bajnok ellen. Marek Drozdzsovszky 4 évig tanult Magyarországon, ezért is biztatják magyar nyelven versenyző társai. Rendkívül erőteljesen versenyzett, és igen technikásan. Egyáltalán nem tisztelte Európa bajnok ellenfelét. Végül is sérülés miatt abba kellett hagyni a versenyzést. És ismét törés a 4 közéjutásért. Borza törte a legtöbbet, őt mutatjuk. Boros János pirosővel, Védel, fehérővel, Hollandiából. Kilogrammos kategória döntőjébe Boros sérülése miatt a holland fiú került. Ezen a mérkőzésen Keska román lengyel és Thompson angol mérkőzésén dől el, hogy ki lesz Védel ellenfele. Sem tudott kibontakozni. Hosszabbítás után súlykülönbözettel győz, és ezzel döntős Thompson, Anglia. Bemutató. Brian Fitkin, 5-danos mester, sípcsonttal tör el egy baseball ütőt. A mínusz 80 kg-os kategóriában Da Costa angol nem állt ki sérülés miatt Andy Schweitz ellen. A másik ágon Nyezsokka került a döntőbe, aki Bódi István győzte le. A Costa sérülés miatt győz Andy Schweitz. Sensei Adami István, 3-danos mester, kattát mutat be.
A mínusz 70 kg-os elődöntőben a holland Constantia és az angol Pichtál mérkőzik egymással. Konstanciát a most következő szabálytalan térdrugásért leléptetik, így Pichtál került a döntőbe. Borza József fantasztikusan szépen mutatkozott be Hans Biet, svéd Európa bajnok ellen a 70 kg-os elődöntőben. Borza József szereplése volt. Ez a fiatal magyar versenyző néhány év alatt a magyar élvonalba küzdötte magát. Borza József ezen az estén bizonyította, hogy nemzetközi mércével is mérhető. Hozzátartozik az eseményekhez, hogy elmondjuk. Olyama mester a verseny után danos vizsgára engedte Borza Józsefet, és megkapta az első dant Olyamától. Győz Borza József, s így döntős. Ismét bemutató készül. Ryan Fitkin, ötdanos mester, fejjel készül eltörni 6 cementéget. Döntők következnek. Thompson Anglia, Wedel Hollandia a plusz 80 kg-os kategóriában. Thank you.
Gergel ezzel a félpontokérő combrugásával megnyerte ezt a mérkőzést, és így megnyerte a plusz 80 kg-os kategória Oyama kupáját. Szenszei Adámi István, háromdanos mester, jégtörésre készül. A 80 kg alatti kategória döntője. A pirosöves svájci Andi és a fehéröves lengyel Nyezsokka. Hosszabbítás után a fizikailag erősebb svájci Andi szerezte meg a győzelmet. Howard Collins, ötdanos mester, és Alvin Heath, háromdanos mester bemutatója. Karatéka kard ellen. Thank you.
Thank you very much. A mínusz 70 kg-os kategóriában az angol Piktál nem állt kísérülés miatt. Így győzött Borza József Magyarország. Kancsó Jama, önt nagyon nagy szeretettel és tisztelettel várták erre a versenyre a Kyokushin Kai Karate művelői és kedvelői. Mi a véleménye az eddig látottakról? Hungary deva Oyama Kancho no koto totemo sonkei shite matte orimashita. Arigatou gozaimasu. Soshite ano Hungary de kono shiai no aida ni mita mono kouyu you ni naru ka sou kangaemashita ka? Motto shite. Iya, sonna koto wa mou ano maru no kangaete inai. Masu ni konna ni hito ga takusan atsumaru to omanakatta no. Sore kara kore dake rinki ga aru to wa omanakatta no. Sugi wa ni ano kore dake soshiki deki ni ne アデミール会長中心としてそれから支部長中心としてこんなにね固まっているとは思わなかったんです。Egyrészt nem gondoltam volna, hogy ennyire népszerű itthon ez a sport, itt ez a sportág, másrészt nem gondoltam volna, hogy ennyien eljönnek ide, és továbbá úgy érzem, hogy az Ádám István által vezetett szakág nagyon erős és jól fog fejlődni. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog ember lehet, hiszen megalkotott valami szépet, értékeset, hasznosat, és ez elterjedt az egész világon. Bizonyára örül, mikor látja munkája eredményét.私の考え方ではあの小山館長は大変幸せな人ではないかと思われています。なぜかというと、それはとても大変大切なものを作って、それは世界中のどこの国にも広がれて、こういうようにあの世界を回る時にどんな気持ちでしょうか。市長には今あのあなたのおっしゃったように私は大変幸せです。自分の仕事を一生懸命やってるから。 Valóban, én igen boldog vagyok és megelégedett, ahogy ön is mondta, mert azt csinálom, amit szeretek, és csinálom a munkámat. Mit tudna javasolni, mit tudna üzenni a magyar fiataloknak? Ano, Hungary de karate o yatteru hitobito ni donna youna messeji o shimasu? Ano, missu aru te. Sensei ni suite keiko o suru toki ni ne. 信用して稽古をしてるんだからね、憎くそう言わない。一つ。A tanárnak, a fölöttesnek, a mesternek ellentmondani tilos. A fölöttes, a mester tudja, hogy mit kell tenni. 2番目はね、約束を必ず守ること。A második, az ígéretet feltétlenül be kell tartani. 3番目はね、体に一生懸命ね、心身とも、心もね、体もね、真摯ともね、精進すること、一生懸命やること、この3つだって。És a harmadik pedig az, hogy a karatét nem csak testtel, hanem fejjel is, tehát mind a kettővel együtt erőt befektetve kell művelni. これをやったらね、もっともっとあのハンガリーの空手がアップしますって。És ha ezt így folytatják, akkor a magyar karate egyre tökéletesebb lesz, egyre jobban fejlődik. Ön sokat utazik. Bizonyára tudja, hogy mennyi Kyokushin Kai karatés van szerte a világon jelenleg. Ano, message wa arigatou gozaimashita. Soshite ato hitotsu no shitsumon de wa, sekai juu ni ano kanchou no kangaekata de wa, karate no Kyokushin Kai no senshu wa dono gurai iru de shou? Yoku wakaranimasen, wakaranai to kaiin wa ne. 1000 man nin da kara. 1000万人だからおそらくね、あのハンガリーの人口と同じぐらい会員がいます、世界各国に。pontosan sajnos ezt nem lehet így tudni, de ha az egyesületi tagokat nézzük, akkor körülbelül elmondhatjuk, hogy egy magyarországnyi lakosságnyi karatés van a világon. Kancsó Jama, az ön példája nagyon nagy hatással van a magyar karatés fiatalokra. Köszönjük, hogy eljött, reméljük, jól érezte magát nálunk, és kívánunk önnek nagyon jó egészséget. あの小山館長のことはハンガリー語ではハンガリーではどこでも褒めております。ですからこれからもあのよく仕事をやって、またハンガリーへ。ありがとうございます。どっちもね、どっちもね、ハンガリーはいい国だったって、私は考えた国と違うって、ものすごいいい国だって。綺麗で人間がよくて、人がよくて、そしてあの習慣がいいから非常に好きですって。
és minden várakozásommal ellentétben gyönyörű, remek ország ez a Magyarország. Jók az emberek, és jók a szokásai. Mást gondolt rólunk, mikor elindult? Az Ibusz Oyama Kupa plusz 80 kg-os kategóriájának győztese Mikkel Wedel, Hollandia. Az első díjakat Kancho Oyama adta át. Második helyezett Michael Thompson, Anglia. A második díjakat Luke Hollander adta át. A harmadik helyezettek Boros Nagy János, Magyarország, és Keska Roman, lengyel versenyző. A harmadik díjakat Steve Arney adta át. A mínusz 80 kg-os kategória győztese Hög Andi, Svájc. Második helyezett Nyezsokka Marek, Lengyelország. Harmadik helyezettek Delcsinov Nedjalka, bolgár, és Nikda Kosta, angol versenyző. Mínusz 70 kg-os kategória győztese Borza József, Magyarország. Második David Pigtál, Anglia. Harmadik helyezettek Hans Biet, svéd, és Erik Kostancia, holland versenyző. Még egy utolsó tabló a fotósoknak, és véget ér az Ibusz Oyama Kupa 83 verseny.